Köszöntöm a nézőket, Önök az M-Plain Televízió hírműsorát, a hírhetet látják március 18-án, hétfőn este 19 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. 2 millió forint gyűlt össze Beninnek a jótékonysági kezdeményezésnek köszönhetően. Sátorolja új helyen a 6-os számú egyéni választókörzetben Kracson Norbertet indítja a Fidesz-KDNP pártszövetség Sátorolja új helyi csoportja. Maga lesz a férjem címmel zenés vígjátékot láthatott a Sátorolja új helyi közönség a Latabár Színházban. 1,5 millió forint a helyszínen, utalások formájában további 600 000 forint gyűlt össze annak a jótékonysági kezdeményezésnek az eredményeként, amely a Sátorolja új helyi segíteni kívánt a 4 éves Micskó Benjaminnak. Az Innováció és Haladás Egyesület, valamint az egyik helyi vállalkozás közös szervezésében zajló megmozdulásnak köszönhetően ezzel is hozzá tudnak járulni a kisfiú gyógykezeléséhez szükséges összeg előteremtéséhez. Beni egy súlyos izomsorvadásban szenved, egy fontos kezelést 2 éven belül kellene megkapnia, ami szinte felfoghatatlan, 1,3 milliárd forintba kerül. Életvidám 4 éves kisgyermek Beni. Jelenleg szüleivel Debrecenben él. Édesapja Sátorolja új helyi származású, így amikor tavaly decemberben kiderült, hogy a kisfia egy súlyos, jelenleg még nem gyógyítható izomsorvadásban szenved, helyi kezdeményezés nyomán adománygyűjtésbe fogtak az új helyiek. A helyi barbershop munkatársai vasárnap kora reggeltől fogadták a vendégeket, és bevételüket teljes egészében a kisfiú gyógyítására ajánlották fel. Sorra adták is a kilincset a segíteni szándékozók. Emellett az egyik helyi szálloda étellel, a város egykori BMX világbajnoka pedig bemutatóval tette színesebbé az adománygyűjtést, de olyanok is segítettek, akik ezt élethivatásukként is űzik. A nap folyamán nem volt megállás. Valamikor felmerült ennek a dolognak az ötlete és lehetősége, akkor ez egy ilyen abszolút előre megválaszolt dologról volt szó, mert mindannyian gondolkodás nélkül ugye ezt beleegyeztünk, és úgy gondoltuk, hogy ez a legkevesebb, amit tehetünk. Ugye rajtam kívül kollégáknak is van már gyerkőc, maximálisan át tudjuk érezni a helyzetnek a súlyát és a komolyságát, úgyhogy ez egy eldöntött dolog volt. Valamit mi hozzá tudunk tenni, én azt gondolom, hogy számszerűsíthető, viszont a népszerűsítése és az, hogy minél több emberhez ez az egész dolog, ez az egész kezdeményezés el tudjon jutni, és így ezáltal a lehető legnagyobb adományra szert tenni. Ez az elsődleges célunk. Mert hogy van egyfajta infúziós kezelés, amelyet csak az Amerikai Egyesült Államokban kaphatna meg a kisfiú, ami 1,3 milliárd forintba kerül. A szülők pedig nem adják fel, erről már az édesapa beszélt. Tavaly októberében engedélyeztek Amerikába egy gyógyszert, ami nagyon úgy néz ki, hogy nagyon segít ebben a problémában. Bennek hiányzik egy ilyen disztrofi nevezetű fehérje, ami az izmokat stabilizálja, és ezzel a gyógyszerrel pedig be tudnának belejuttatni egy egyszerű infúzióval egy mikrodisztrofint, aminek ennek a disztrofinek egy ilyen rövidebb változat, de mégis funkcionális, tehát ezt valamilyen szinten vagy borzasztóan lelassítja, vagy meg is állítja ezt a folyamatot. Ezt még sajnos nem tudják, ugyanis még nagyon fiatal a dolog, de elképesztő mennyiségű pénzbe került egy 1,3 milliárd forint, ami felfoghatatlan így egy normális ember számára, úgyhogy nekünk is, meg mindenkinek. Ezt megpróbáljuk mindenképpen, és hát borzasztó sok támogatást kapunk az emberektől, tehát tényleg ezután is köszönjük mindenkinek. Volt, aki egyedül, volt, aki gyermekével együtt érkezett a nemes cél érdekében. Igazából a segítség a kisfiúnak, mert ez kell neki. Sátorolja új hely, mint város is szeretne segíteni a kisfiúnak. Nagyon-nagyon sok támogatóra van szükség ahhoz, hogy az eljárás, ami az Egyesült Államokban lehetséges, csak ez a gyógyítás, ez megtörténhessen. Én a magam részéről az önkormányzatnak a következő ülésén előterjesztem a támogatást. Egyrészt, másrészt pedig levelet írtam a térség polgármestereinek, akiket szintén arra kértem, hogy segítsenek nekünk. Most pedig itt vagyunk, és azért vagyok itt, hogy mindenkit arra kérjek, ha van lehetősége, adja meg a lehetőséget a gyógyulásra ennek a kisrácnak. Helyben élők tudnak, akik készek és képesek összefogni egy jó ügy érdekében. Ez az alkalom
azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó, úgyhogy mi magunk is igyekszünk megtenni minden tőlünk tehetőt ahhoz, hogy ezt a hatalmas összeget valamilyen módon összetudja szedni a család. Ahogy egyénileg is próbálunk helytállni, az önkormányzat is kiveszi majd a részét a támogatásból. Bízom benne, hogy nagyon sokan fognak csatlakozni az ehhez hasonló kezdeményezésekhez, és a lehető legnagyobb összeget összetudjuk szedni majd Benni gyógyulására. A kezelést 2 éven belül kellene megkapnia a kisfiúnak, addig kell összegyűjteni az említett összeget. Sátorolja Újhelyen a 6-os számú egyéni választókörzetben Kracson Norbertet indítja a Fidesz-KDNP pártszövetség Sátorolja Újhelyi csoportja a június 9-ére kihirdetett helyhatósági választáson. Szamosvölgyi Péter polgármester jelölt szerint Kracson Norbert az elmúlt években is bizonyította, hogy nem csak a közösség érdeke, hanem az egyéni segítségnyújtás, azaz a közvetlen választópolgárok által megfogalmazott érdekek képviselete is fontos számára. Éppen ezért szeretné, ha velük együtt folytathatnák, majd a munkát, tette hozzá. Újabb önkormányzati képviselőjelöltet mutatott be a Fidesz-KDNP pártszövetség Sátoralja Újhelyi csoportja. Kracson Norbert személyében olyan taggal szeretnék folytatni a munkát, aki szintén több ciklus óta képviseli a város és a körzetében élők érdekeit. Erről Szamosvölgyi Péter polgármester jelölt beszélt a jelölt bemutató sajtótájékoztatón. Kracson Norbert képviselőtársam egy nagyon nagy agilitással, temperamentummal rendelkező képviselő. Én azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy olyan ember nincs, akinek ne foglalkozott volna akár az egyéni ügyeivel is. Mindene a választókörzet, és ezt itt az emberekre, az ott lakókra értem. Mindenkinek az, akár az egyéni problémájával is külön-külön tud foglalkozni, nem fárad bele soha. Azt gondolom, hogy a hivatalban, amikor bemegy, akkor már mindenki igencsak vakarja a fejét, mert ott újabb feladatok lesznek kiadva. Na hát, ilyen emberekre van szüksége ebben a körzetben. Kracson Norbert megtiszteltetésnek érzi, hogy újra ebben a csapatban indulhat képviselőjelöltként a 6-os számú választókörzetben. Hozzátette, az elmúlt időszak sok kihívást tartogatott mindenki számára, úgy mint a Covid vagy az ukrán válság okozta gazdasági helyzet. Mégis sikerült a város ezen körzetében is eredményeket elérni. A képviselői munkámat mindig azt határozta meg, hogy a körzetben élők véleményét, észrevételeit, javaslatait, hogy tudom beépíteni ezen fejlesztések kialakításánál. Úgy gondolom, ha csak egy-két példára gondolok, ezt bizonyítja az is, hogy ha szükség volt rá, akkor akár kétszer aszfaltoztunk le egy utcát. Nem mi, hanem természetesen a kivitelező, aki első alkalommal rehány munkát végzett, ezért ha arról volt szó, akkor újra elvégeztettük ezt a munkát vele. Úgy gondolom, hogy amikor a Károly lakótelepen sikerült 2 parkolósávot felújítani, ott is sikerült egy olyan kompromisszumot elérni, hogy a felújítás kapcsán nem csak megújítottuk, hanem 2 plusz parkolóhelyel bővítettük a számát a parkolóinknak. Úgy gondolom, ezek az apróságok jelenthetik azt, hogy én mindig úgy állok egy-egy fejlesztéshez, illetve a lakosság kéréséhez, hogy mi egy közös csapatban dolgozunk. Kracson Norbert hozzátette, továbbra is nyitottan áll a választópolgárok észrevételei, kérései előtt, mert szerinte a közös párbeszéddel lehet ezt a körzetet is fejleszteni. A Maga lesz a férjem című zenés vígjátékot láthatta a Sátoralja Újhelyi közönség a Kossuth Lajos Művelődési Központ Latabár Színházában. A Pesti Művész Színház tagjai örömmel meséltek a történetről, hiszen egy fiatal lányról szól, aki nagyon szeretne megházasodni, azonban ahhoz, hogy észrevegye egy férfi, hazudnia kellett. Ez bizony bonyodalmakhoz vezetett. A zenés vígjátékot Koltai Róbert és Gál Ildikó rendezte. Vígjátékok, bohózatok és operettek, többek között ilyen műfajú darabok találhatóak a Pesti Művész Színház repertoárjában. A társulat 2002-ben alakult azzal a céllal, hogy kulturális és környezetvédelmi értékeket képviseljenek és terjesszenek úgy, hogy kőszínház nélkül évente több mint 200 alkalommal gyermek, mellette pedig több tucat felnőtt színházi előadást tartsanak országszerte. Ennek jegyében most Sátoralja Újhelyre látogattak, már nem először.
A történet nem is lehetne más, mint a szerelem, azonban egy kis bonyodalom is hozzátartozik. A Maga lesz a férjem című előadásunk egy 1930-as évekbeli filmnek a színpadi változata tulajdonképpen. Nem modernizáltuk túlságosan a színdarabot, igyekeztünk hűek maradni az eredeti történethez. Aki ismeri a filmet, annak nem kell bemutatni, hogy egy alapvetően szerelmi konfliktusról van szó, amit ma már talán nem is biztos, hogy értünk, hiszen a fiatal hősnő minél előbb szeretne férjet magának a színdarabban, ez ma már talán kevésbé ismert a hölgyek számára, és hogy sikerül-e neki, vagy hogy hogyan, az pedig kiderül a darabból. Bobby Webber, az amerikai udvarló, aki megpróbálja elhódítani Margit szívét, ő a vőlegény a darabban, aki szeretné elvenni a főhősnőt. A kalamajkát az okozza, hogy úgy sikerült megszereznie Margitnak ezt a fiatal amerikai férfit, hogy közben házasnak adta ki magát, de valójában ő hajadon, és hát így eljutva az álférjhez, aki mit sem sejt erről az egész szituációról, különböző helyzet komikumok révén, azért a végén mégiscsak boldog se kerekedik ki az egészből. A fiatal lány édesanyját Nyertes Zsuzsa színművész játsza, aki bár a darabban még nem, a való életben már boldog nagymama. Egy mamát játszom, aki hát egy ilyen kardoskodó, de főleg a férjével, és két jó számom van benne, az egyik duett, a másik a lányokkal, úgyhogy mindig nagy szeretettel, nagy tapssal fogadja a közönség, szinte végig tapsolják, és hát vannak poénjaim, de hát nem én vagyok a főszereplő, de csodálatos dolog még ilyen kisebb szerepet is játszani egy ilyen sikeres darabban, mert az egész, tehát tulajdonképpen a közönség a végén az előadást köszöni meg. A Sátoralja újhelyi Latabár Színház ismét megtelt a színház kedvelő közönséggel, hiszen a szerelmes történet közel állhat mindenki szívéhez. A Labota János Kamarazenekar hangversenyével zárult a 22. Labota Napok rendezvény sorozat Sátoralja újhelyen. A program során a zenekar tolmácsolásában a Verbunker zene korszakaiból nagyon ritkán, vagy sohasem hallott zeneművek csendültek fel. A kamarazenekar küldetésének tekinti, hogy népszerűsítse, és minél inkább megismertesse ezt a nemzeti önazonosságunk kifejezésében is fontos szerepet játszó magyar zenei stílust. Ennek egyében hangfelvétel is készült a koncertről, mely alapja lesz a zenekar készülő 12. Verbunkos hanglemezének. Zene ünnep, így is jellemezhetnénk azt a hangversenyt, melyet a Labota János Kamarazenekar adott a március 15-i hosszú hétvégén Sátoralja újhelyben, melyen lezárult a 22. Labota Napok rendezvénysorozat, és ami a Labota 260 emlékévi egyében zajlott. A több mint két évtizedes hagyománnyal bíró programfolyam, valamint a záró koncert is szorosan kapcsolódott nemzeti ünnepünkhöz, hiszen a 18. század második felében kialakult magyar zenei műfaj a Verbunk köré épült. Március 15-e táján ez a zene, ez mindenkit arra az ünnepi érzésre terel, amely a reformkorban a verbunkos zene, mint a nemzetté válás egyik szimbóluma jelentett. Tehát mi a Labota napokat éppen ezért rendezzük március 15-e előtti hetekben, napokban, hogy ezzel is az ünnepre hangolódást, másrészt pedig a verbunkos zene, mint azonosság tudatunk egyik zenei jelképe, az minden március 15-e táján felhangozzon. A hangverseny különlegessége volt, hogy olyan zeneművek csendültek fel a Labota János Kamarazenekar tolmácsolásában, melyek korábban nem, vagy csak nagyon ritkán voltak hallhatóak. Bengráfi József, Csermák és Labota művek, Márton István, Kárpáti Gyula, valamint Ligeti György szerzeményei. A hangversenyről hangfelvétel is készült, hiszen ez adja majd az alapját a Labota János Kamarazenekar 12. Verbunkos hanglemezének. Az idei Labota 260 emlékév, ez egy különleges, mert ilyenkor mindig jubileumi CD
összeállítására, kiadására szoktunk volt vállalkozni, és a mai program kivétel nélkül mind olyan zenemű, amely az eddig feljátszott 11 CD verbunkosai között nem található. Hát már nehéz ilyet találni, de mi találtunk 6 olyan művet, amely nem szerepel abban a 9 órás zenei anyagban. Dombóvári János, a Lavotta János Kamarazenekar művészeti vezetője szerint 2025-ben a Magyar Kultúra Napja lehet egy olyan ünnepi alkalom, melynek keretében várhatóan bemutatják a Lavotta János Kamarazenekar 12. verbunkos hanglemezét. A diákolimpiai sportok közül talán ami a legtöbb gyereket megmozgatja, az a labdarúgás. A csapatjáték fontos minden oktatási intézményben. Az általános iskolák arra is törekszenek, hogy részt vegyenek a játékosokkal a városban vagy a térségben rendezett versenyeken. Egyik ilyen lehetőség sátorolja Újhelyen a helyi Diáksport Bizottság által szervezett megmérettetés. A futballban a második fordulók lebonyolítása zajlik, melyek eredményeként az is kiderül, hogy a különböző korcsoportokban mely intézmények jutnak tovább a vármegyei elődöntőbe. A lányok után a fiúk következtek, már ami a labdarúgást illeti. Ezen belül is a Diákolimpián való szereplésben a Sántoralja Újhelyi Diáksport Bizottság már az elmúlt héten elkezdte az általános iskolák közötti fiú labdarúgás területi döntőinek tavaszi fordulóját, kezdve a negyedik korcsoporttal, melynek során a három résztvevő csapat körmérkőzéseket játszott egymással. Két fordulós a verseny, ősszel volt egy forduló, körmérkőzés játszottak a csapatok. Ez nagyon fontos a körmérkőzés, mert szerintem a legigazságosabban így lehet eldönteni a helyezéseknek a sorsát. Most van a második forduló, és most is körmérkőzést játszanak a csapatok egymás között. A Petőfi Sándor Református Általános Iskola mellett helyi csapatként a Kazinczy Ferenc Általános Iskola diákjai rúgták a labdát a területi döntőben. Bardi Miklós testnevelő tanár szerint tanítványai változó teljesítményt mutatnak, éppen ezért, ha szükséges, változtatásokat is alkalmaz a csapat összetételben, hiszen cél, hogy a legütőképesebben álljanak ki a meccseken. Nagyon lényeges dolog, hogy akik már ide elkerülnek, legyen egy erős labdabiztonságuk, tehát ne pattanjan el össze-vissza tőlük a labda, le tudja kezelni, oda tudja rúgni, körülbelül ahova szeretné, és lásson egy keveset azért a pályán, tehát érez azt, hogy melyik játékos tud elindulni, hogy kell oda elébe tenni a labdát. A két helyi oktatási intézmény mellett harmadikként a Nagyrozvágyi Általános Iskola csapata mutatkozott be a területi döntőben. A gyerekeket vezető pedagógus szerint már az is nagy eredmény, hogy a körzetből tovább jutottak Sátoralja Újhelybe. Karajsz Géza hozzátette, a sport mellett tanítványainak az a közösségi élmény is fontos, melyeket az ilyen sportesemények biztosítanak. Itt főleg hátrányos helyzetű gyerekekről beszélünk, így különösen fontos, hogy már nekik egy utaztatás, egy ilyen közösségi rendezvény részvétel már önmagában is egy élmény. És ezt az élményt igyekszünk, amellett, hogy ez a sport, ugye erről nem kell beszélnem a fontosságáról, illetve a mozgás fontosságáról, ez így együtt pedig egy különösen nagyon jó élmény és egy jó lehetőség. Az összecsapásokat követően eldőlt a továbbjutás sorsa is. A 2009-2010-es születésű gyerekek alkotta negyedik korcsoportos csapatok közül a Kazinczy Ferenc Általános Iskola diákjai jutottak tovább a szerencsén megrendezendő vármegyei elődöntőbe. A területi döntők pedig folytatódnak, melynek során az első, második és harmadik korcsoportba tartozó játékosok lépnek pályára. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főhíreinket egy-egy mondatban. 2 millió forint gyűlt össze Beninnek a jótékonysági kezdeményezésnek köszönhetően. Sátoralja Újhelyen a 6-os számú egyéni választó körzetben Kracson Norbertet indítja a Fidesz-KDNP pártszövetség Sátoralja Újhelyi csoportja. Maga lesz a férjem címmel zenés vígjátékot láthatott a Sátoralja Újhelyi közönség a Latabár Színházban.
Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 19 órakor várjuk majd Önöket. A viszontlátásra!